Március 12-én a Kastély Galériában egy újabb kiállítás megnyitója lesz. A Szentendre Fotóklub egyik tagja, Deák Mártának a kiállítása fog megnyílni. Tóth Andrással, a Fotóklub vezetőjével beszélgetünk. Az első kérdésem az lenne, hogy miért fényképez valaki? Ez egy váratlan kérdés, egy fotósnak, hogy miért fényképez valaki. Hát ez egy szenvedély. Lehet, hogy aztán egy idő után már ez egy függőség, hogy én is most, hogy akárhol megyek, már rosszul érzem magam, már nincs a kezembe a fényképezőgép. Azért fényképez, mert hogy valami foglalkoztatja, valami megérinti, akár a természetbe, akár a emberekbe, a kapcsolatokba, akár egy eseménybe. Tehát, hogy mivel hogy ilyen sokféle fotós van, ugye mi nálunk is a klubban szinte mindenki más témában jó fotós, vagy abba dolgozik. Tehát mindenki másképp tudja értelmezni, hogy miért fotózik. Én azért fotózok, hogy olyan pillanatokkal találkozzak, amit nem lehet megismételni. Tehát én azokat szeretem, hogy nem beállított, hanem szembe jön veled, és te pont ott vagy, amikor le kell fényképezni. Tehát én ezeket szeretem csinálni, hogy mások miért, valószínű mindenképp megvan a maga indítatása arra, hogy miért lett fotós. Az is lehet egyébként, mint nálam, hogy ez egy családi vonal, hogy édesapám is fotózott, a fiam is filmoperatőr, tehát hogy ez úgy valahogy lehet, hogy nem tudom, ezt lehet örökölni, vagy a génekben van, de hogy ezt láttuk otthon egymástól, hogy édesapám mindig vitte a fényképezőgépét. Igaz, hogy ő inkább ilyen mezőgazdasági területeket, meg mezőgazdasági témájú képeket készített, de hogy neki is egy ilyen összenövése volt a fényképezőgéppel, mint nekem. A Fotóklubnak volt már kiállítása ugye a kastélyban, de akkor egy gyűjteményes kiállítás volt. Most Deák Mártának lesz egy önálló kiállítása. Az akkori kiállításon rengeteg témákban, különböző felfogásban készült fotókat láttunk. Most mit várhatnak a nézők? Kicsit pontosítani kell, mert nem csak a Mártának lesz a kiállítása, hanem ez egy nem a teljes fotóklub fog kiállítani, hanem ez egy szabadon választott kiállításunk volt, hogy aki akar kiállítani, kiállíthat. Olyan 6-80 fogunk kiállítani, és ez tulajdonképpen egy meghívás már a novemberi, szerintem jó sikerült, nagy sikerű kiállításra, hogy meghívtak minket újra, hogy a fotóklub bemutatkozhasson. Új témákkal fogunk jönni, meg új képekkel, részben azokkal a képekkel, ami most a Stefánia palotában van kiállítva, képeink ott a festőkkel közösen van egy kiállításunk, több mint 100 tétel most szombaton fog zárni egyébként, tehát akit még érdekel, meg tudja nézni, szombaton 1 és 2 között van a finiszázsunk. Nagyon érdekes kiállítás az, és onnan is kerülnek át képek, de mindenki hoz új képeket erre a kiállításra. Tehát, de Mártának is ott lesznek a képei. Tehát ebbe igazad van. Tehát akkor ez is egyfajta keresztmetszet lesz. Igen, igen, ez egy ráadás kiállításként van egyébként meghirdetve, hogy hozunk új dolgokat. És tehát nem ez a klubnak a nagy kiállítása, hanem ezeket a lehetőségeket szeretnénk megragadni, ahol kapunk helyet, felajánlják, hogy vihetünk képeket. Oda nagyon szívesen elmegyünk, akár önálló kiállítással, akár kis csoportos kiállítással, mert ez így motiválja a tagokat is, hogy arra készüljenek. Például most majd évvégén lesz a nagy kiállításunk, mert évente egyszer van ilyen nagyobb kiállításunk, akkor az utca lesz a téma, ott az utcafotózás, mert maga az utca lesz, ami tényleg egy nagy téma körül bontakozik ki. Ez pedig mondom egy válogatás abból, hogy a tagok erre a kiállításra mit gondolnak megjelenteni. Tehát nem voltak bekorlátozva, hogy ki mit hozzon. Az akkori kiállításon is gondolom most is színes képek is, fekete-fehér képek is vegyesen voltak kiállítva. A kettő két különböző világ. Nem tudom, egy amatőr fotósnak és egy profi fotósnak ez jelent-e valamilyen különbséget?
De nem tudom, ez inkább a téma határozza meg, hogy az amatőr fotós mibe fotózik. Tehát én azt mondom, én fekete-fehér függő vagyok, tehát mondhatom már, mert ezek az utcai fotók, hogyha maga a szín nem ad hozzá a témához, hanem inkább elvesz belőle, hogy lefotozok egy eseményt, és a háttérbe elmegy egy piros kabátos valaki, az elviszi a témáról a képet, tehát én inkább a fekete-fehéret szeretem, meg az kicsit olyan drámaibb a fekete-fehérbe fotózás, viszont a színes fotózás meg nem lehet kikerülni mondjuk természetfotóba, vagy olyan portréfotóba, ahol számít, hogy milyen ruhában van az illető, vagy milyen spink, vagy egy virág. Mondjuk vannak szép fekete-fehér virágképek is, tehát ezt nem mondanám, hogy a virágokat vagy a növényeket csak színesbe lehet fotózni, de ez megint egyedi látásmód, hogy ki hogy rakadja meg. Esetleg ugyanazt már lehet, hogy ugyanarról csinálok feketét, meg színeset, és mind a kettő tud működni. Tehát ezt az mindig a fotós dönti el, hogy az adott témában ő ezt hogyan fogalmazza meg. Az is lehet, hogy közben színesbe fotózik, és aztán közben, amikor szerkeszti a képet, rájön, hogy akkor nézzük meg fekete-fehérbe, és lehet, hogy fekete-fehérbe jól működik, mert nagyon ritkán fotóznak azért úgy a fotósok, hogy csak hogy egyből fekete-fehérre fotózzanak. Tehát inkább az van, hogy a szerkesztésbe kiveszik a színeket. Igen, talán egy direkt fekete-fehér fotót talán nehezebb is megcsinálni, hogy jó is legyen. Hát igen, tulajdonképpen inkább az, hogy azt nem tudom visszacsinálni színesben, de ott nem tudok színeket hozzáadni. Tudok, de hát ez már megint egy más technika, hogy elkezdem színezni, ahogy régi fekete-fehér filmeket is átrakadok színesbe, de ez megint, az már, én nem szeretem az erőltetett dolgokat, tehát ami nem olyan, ami ennek meglátom, de van, amikor meg ennek van jelentősége, hogy valamit hozzáteszek a képhez, ami mondjuk nincs ott, vagy kiemelek színeket, ami számít a végeredménybe. Tehát ez mind egyedi dolog, és azért mondom, hogy tulajdonképpen a fotós egy fényképen a 80%-a a fotós, a 20%-a, 15%-a a technika, hogy milyen géped van, és ugye mindenki azt kérdezi, milyen gépet vegyek, meg milyen géppel fotózzak, meg hogy ki ezzel fotózik, ki az a... Szerintem nincs olyan nagy jelentősége. Abból a szempontból van jelentősége, hogy a minőségi végeredmény esetleg milyen lesz, de hogy attól, hogy te 5 milliós géppel fotózol, attól te nem leszel egy filmművész, egy fotóművész, és lehet, van, aki egyébként ilyen GoPro kamerával fotózik, és díjakat nyer a világba, tehát nem a gép határozza meg, hanem a látásmódod a végeredményt. Most nemrégiben egy társaságban voltam, és ott fölmerült a kérdés, hogy egy fotósnak a fotóját azt, hát nem mondom, hogy van-e joga, de hogy most az utolszerkesztésre gondolok, hogy ez kell-e, vagy nem feltétlenül fontos, tehát hogy ez mennyit ront egy kép értékén? Ez is egyébként egy érdekes kérdés, mert például vannak olyan fotóversenyek, ahol nem nyúlhatsz hozzá a képhez. Tehát nem vehetsz el belőle, nem rakhatsz hozzá, hanem annak ilyen dokumentérestának kell lenni. Tehát ami lefotóztál, az kell vágni, lehet belőle. Tehát a méretet esetleg valami nem odaillő a szélén, azt le tudod vágni, de nem manipulálhatod a képet. És van, amikor meg manipulálni kell, de ezt meg tudod, hogy azt magadnak csinálod, vagy egy olyan helyre, ahol engedett mondjuk, hogyha fotóversenyre kiállítása, nem, már az megint a te lehet dolgot, hogy te azon saját képeddel mit csinálsz, de egyébként meg ha küldöz be különböző fotópályázatokra, ott keményen le van írva, sőt, most már ez mesterséges intelligencia is ugye beleszól ebbe a történetbe, főleg, hogy már nyertek úgy versenyeket, hogy utólag kiderült, hogy ez nem saját kép volt, hanem mesterséges intelligencia, tehát ez egy, ezért lesz most jelentősége, szerintem lesz jelentősége, hogy visszajön az analóg fotózás egy kicsit. Ugye ott a filmre, amit rá rögzítettél, azt ott nem tudod manipulálni. Tehát ott tudod bizonyítani, hogy ez a tied, az a te forrásod, tehát ott van nálad maga a dokumentum, hogy meg tudod mutatni, igen, itt a negatív, de digitálisan ugye azt már mindent lehet manipulálni.
De az analóg fotózás ugye az volt a kezdet, de a mostani gépekkel, meg ugye az elektromos fényképezésekkel könnyebb a fotósok dolga? Hát könnyebb, de el is veszi, most nem akarok csúnya szót mondani, de hogy elromlik valami abba, hogyha nem arra koncentrálok, hogy az a kép legyen jó, amit csinálok, hanem úgy állok oda, hogy az ezerből majd lesz egy jó, és az nem ugyanaz, mint hogy van egy fotós társunk, aki csak analógra fotóz, a Brezinazoli. Ő például egy képet, mert ő analógra fotózik, de ő nem is ilyen 24 kockás vagy 30, hanem egy lapra beteszi, amit fotózik, és egy fél óra még egy képet beállít, és akkor azt az egyet lövi le, és akkor ő egy képet csinál. Tehát, hogy igen, ott odafigyelsz mindenre, meg ott nem az van, hogy a látásmódod az nem erősödik, hanem mert ugye most már mobillal fotóznak, már beállítják a fényképezőgépet, egyet megnyomok, és csinál 50 képet, és akkor hazamész, és akkor kiválogatod belőle, hogy melyik jó, hogy följe van a szemöldököd, vagy éppen becsuktad a szemed, hogy egy mindig lesz jó, és ez szerintem jobb volt a régi, már akkor jobban a képre koncentráltál, és nem arra, hogy majd lazán veszed, hogy lesz belőle. Már azért 16 kocka, meg 24, meg 32 kocka, ott igen, és nem, az se volt olcsó. Meg abban az is jó volt, hogy volt egy ilyen várakozási idő, hogy még bevitted a laborba, még előhívták, akkor abban még képet csináltál, hogy volt egy ilyen izgalma. Most mit csinál a fotós? Nyom egyet, rögtön nézi, és tehát ez olyan, mint a térkép meg a GPS, tehát hogy már valamit elvesz tőled, hogy gondolkozzál, vagy valamire figyeljél, mert régen megnézted, hogy hova mész, és oda mentél. Most megnézed a beütőt, hogy hova mész, és lemész az aluljáróba, már ilyen is volt, hogy levitt a GPS a kocsit, mert hogy nem bírálsz felül dolgokat, hanem elfogadod. És ez a mesterséges intelligenciának ez a nagy veszélye, hogy ráhagyod valakire, vagy mondjuk nem valakire, hanem ráhagyod a rendszerre a döntést, meg a gondolkodást, és ez nem hiszem, hogy ez jó irányba megy. Mindennek tükrében akkor a mostani 12. kiállítástól mit várjanak a nézők? Hát azt várják a nézők, hogy megint jó képek lesznek, mivel hogy meghívtak minket újra, tehát valami utóélete már van ott a klubnak, tehát valamit már mutatott a klub, és szerintem sok érdekesség lesz, mert hogy nem egy valakinek a azonos témába készült képe, hanem mindenkinek, mindenki valami mást fog hozni a másiktól eltérően. Tehát nem egy tematikus dolog, hanem inkább a klub válogatása, a klubból, akik jelentkeztek, hogy ők ez itt ki akarnak állítani. Akkor feltettem, megint egy érdekes és izgalmas kiállításnak nézünk elébe. Mindenképpen egy nagyon érdekes és izgalmas kiállításnak, és mindenkit bátorítok, hogy jöjjön, mert találkozhat persze a fotósokkal is, lehet beszélgetni a képekről is. Még ezt gyorsan azért elmondom, hogy például Stefániában a megnyitóra én egy vak kórust hívtam meg a megnyitóra, és hogy mindenki először megdöbbent azon, hogy mit keresnek vakok egy fotós festő kiállításon, és akkor amikor ugye elvegyültek az alkotók között ezek az emberek, rájöttek, hogy az alkotók, hogy őket is érdekli ez a téma. Tehát ők járnak egyébként kiállításokra a vakok, de hogy az se egyszerű, hogy beszéljél a képedről. Tehát kicsit bevontam azért a társaságot abba, hogy gondolkozzon azon, hogy esetleg a képét hogy lehet leírni, hogy meséljél róla. Mert még ez nem is egy dombormű, hogy meg lehessen tapogatni, hanem mondd el egy vaknak, aki életében, vagy úgy született, vakon született, hogy mit lát, mit látna. És nagyon, nagyon érdekes, megható is volt egyébként, és nagyon érdekes volt ez a kiállítás megnyitó. A kórussal találkozunk a mostani megnyitón? Nem, most nem jönnek ide, de nagyon szívesen szervezek egy ilyen alkalmat, mert
mert egy nagy élmény, és gyönyörű hangon, és akkor ott állnak kint a lépcsőn ezek a vakemberek, és akkor nem tudod elkezdeni, mi fog történni, és megszólalnak, és megindul a könny a szemedbe. Tehát tényleg csodálatos volt ezt átélni. Hát akkor remélem, hogy 12-én megnyitón találkozunk, és újabb szép és érdekes képekkel leszünk gazdag, illetve élményekkel leszünk gazdagabbak. Mindenképpen, tehát szeretettel várok mindenkit, hogy jöjjön el, és az se baj, hogyha ez inspirálja arra, hogy esetleg előveszi a régi fényképezőgépét, és azt mondja, hogy oké, főleg így, hogy azt mondja az ember, hogy a fényképezőgép csak 20% a fotóba. Nagyon szépen köszönöm, és további sikeres fotózást kívánok. Én is köszönöm a lehetőséget, és szeretettel várok mindenkit. Köszönöm szépen, tehát március 12-e 18 óra Kastély Galéria fotókiállítás megnyitó.